Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét, a Demokratikus Koalíció tartott ma fórumot Székesfehérváron. Gyurcsány Ferenc elnök urat köszöntetem a stúdióban, aminek a fórumnak a témája az április 8-ai választások voltak. Köszönöm, hogy elfogadta a mi meghívásunkat. Milyen hangulatban telt ez a fórum, elnök úr? A néző, itt már kampány hangulat van, és teljesen természetes, hogy valamennyi pártvezetőt elsősorban az ő támogatói látogatják. Ez akkor is idén, hogyha más lett volna itt. Ők nyilvánvalóan, hogy mondjam, már szenvedélyesen készülnek a választásra. Felszabadult és bizakodó, nyilván Vásárhely után magabiztosabbak a demokratikus ellenzéki oldalon lévő választók. Mi készültünk egy összeállítással, megkérdeztük az utca emberét is itt Székesfehérváron, hogy mit kérdeznének öntől, hogy milyen véleményük van. Dávid Renát összeállítását tekintsük meg együtt, aztán utána kérem, hogy erre reflektáljunk. Persze. Megmondom őszintén, lenne sok kérdés. Milyen tekintet? Hát egészségügyben úgy, ahogyan mondják ők is, meg mindenki végül is. Aztán a gyerekeinknek a továbbtanulása, a megélhetése. Meg hát ugye a lakásvásárlás, hogy azokat valahogyan úgy rendezni, hogy ki is tudják a mi gyerekeink is fizetni, nem csak a felsőbb, hanem a középkorosztálynak vagy osztálynak sem számítható gyerekeinknek a lakás megoldása. Hát aztán már a nyugdíjokról nem beszélek. Meg azért nem úgy van ám, hogy ahogyan mondják, hogy a munkanélküliség. Azért az nem olyan arányban van, aki a köznép között él vagyunk. Azért nem úgy lehet elhelyezkedni, ahogyan ők mondják, a másik pedig azt, ha mondhatom, ha az sok magyar hazajönne, aki külföldön dolgozik, mekkora munkanélküliségünk lenne? Szóval lenne kérdés nagyon sok, mindettől függetlenül, mivel nem készültem. De lenne nem csak a Gyurcsány úrnak, hanem a többi vezető embernek. Ha politikus vagyok, ővel eszembe főleg. Mint volt elnököt nyilván, mert tiszteletben tartja, de jelenleg sajnos nem. Nem, sértő semmiképpen nem akarok, úgyhogy nem, sajnálom. Ő neki, ahogy a saját társa is mondják, hogy na, mindegy. Igazából a politika az teljes mértékben távol áll tőlem, és azt látom, hogy túl sok különbség nincsen a pártok között, úgyhogy egyszer ezt mondjuk, egyszer azt mondjuk, és az a véleményem, hogy semmi sem változna igazán, hogyha most újra ők kerülnének kormányra. Úgyhogy igazából itt az alapelveket kellene szerintem megváltoztatni, és nem egymással küzdeni. Nem, semmi. Elég volt. Mármint miből? Ő belőle. Elég volt. Hogyha itt lenne esetleg ön előtt, akkor mi az, amit először mondaná neki? Semmi olyan különöset nem tudnám mondani. Elég volt az ő éve. Most jöjjenek a fiatalok. A javulást kellene, hogy javulásnak kéne, hogy történjen mindenbe. Tőle mit kérdezne akkor e tekintetben a javulást, ahogy említette? Hát az egészségügyel kapcsolatban. Miért szúrtál azt a 8 évet? Mert ahogy kezdte, jó volt, de és utána azért 2006-tól nagyon elszúrta. Mi az, amiben így gondolja? Hát mondjuk én azt is megmondom, hogy baloldali vagyok, tehát éppen nézni, mit a karácsony táblákat azért csak béké hagyják az emberek. Hát én ő szerintem nem fog most hatalomra jutni. Nos, hát elnök úr, sokféle kérdés, vélemény, elhangzott kérdések is voltak, véleményt is megfogalmaztak. Mitől tudná jobban csinálni, és milyen elképzelései vannak? Nézze, alapvitánk van, Renáta volt a fiatal lány talán, vagy hölgy, azt mondja, hogy semmi sem változik itt. A legnagyobb alapkérdésünk az, hogy akarunk-e tovább ilyen háborús hangulatban élni? Hát én nem tudom a néző, hogy ön hogy látja, mi áll, de a háborúzunk a miniszterelnök szerint. Hol Sorossal, hol Brüsszellel, hol az ENSZ-el. Szerintem a választók meg én már torkig vagyunk ezzel, egy ilyen normális polgári világot szeretnénk élni. Ez egy brutális változás őszintén szólva ahhoz képest, ami ma van. Én úgy látom 26 nappal a választás előtt, hogy a kormány egyik ilyen kérdésről sem beszél. Nem hall egy mondatot, hogy mit csinál az egészségügyel, mit csinál a nyugdíjjal, mit csinál az oktatással. Mi beszélünk ezekről, a kormány kerüli, mint macska a forrókását, ezeket az ügyeket. Én meg azt mondom, hogy ez nincsen rendben. Ugye Füldi Judit indul itt a mi színeinkben. Milyen régóta mondja Judit, hogy kérem szépen, nincsen az rendben, hogy
nincsen sugárterápiás központ Székesfehérváron. Budapestre kell feljárni mindenkinek. Ez egy fontos ügy. Meg lehetne beszélni a fehérváriakkal, hogy országosan valóban kell, megéri, ki tudjuk fizetni. Nem lehet ezekben a dolgokban normálisan országos beszélgetést folytatni. Úgyhogy azt hiszem, hogy érdemben változna az ország, nyugodtabb lenne, és a fontos ügyekről beszélnénk, hogy hát a gyerekeink azok hogyan tanulnak meg idegen nyelvet, hogyan adunk a kezükbe tabletet, hogy ne hagyományos könyvből kelljen nekik tanulni, hogy a nyugdíjasok, a minimális nyugdíj már 28.500 forint, az elképeszt, ezt maga is tudja. Hogyan tudjuk elérni mondjuk legalább az 50.000 forintot? Mi azt mondjuk, ezt meg kell duplázni, ma itt nagyjából 4 év alatt meg is lehet ezt csinálni. Az meg rendben lévőnek látom, nézd, egyik választó azt mondja, hogy bízom a DK-ban, másik azt mondja, hogy nem bízom benne, én más pártot keresek. Ez teljesen természetes, és azt gondolom, hogy ezzel együtt kell tudni élni. És akkor vannak elképzeléseik, fix pontjaik a kampány vonatkozásában, vagy a jövőre nézve? Én nem tudom, mikor voltam itt utoljára önöknél, talán egy éve. Igen, körülbelül egy éve. Akkor éppen arról a programról beszélgettem itt a fehérváriakról, hogy mit kell csinálni Orbán után. A programot úgy hívják, hogy sokak Magyarországban. 800 javaslat van, most képzelj el, na hát most elkezdenénk mondani, akkor reggelig tartana a műsor. Inkább a bőség zavara az, ami gondot okoz nekünk, hogy azok a választók, akik persze nyilván nem minden nap a politikát bújják, azok a választók hogyan fogják megismerni a mi mondani valónknak egyik-másik részét. Mondjak önnek akkor egy példát, hogyan tudjuk kifizetni az orvosoknak minden bizonnyal a 2-3-szorosára emelkedő bérét a következő években, hogy maradjanak itthon. Ez egy hatalmas dilemma. A fehérvári kórházban is sok orvos hiányzik ma már. Ezeknek a megoldásait keresjük. Hogyan kötjük össze azok ellátását, akik nem engedhetik meg maguknak a magánorvost, és rájuk vigyáznunk kell, azokével, akik megengedhetik, de hogy az ő pénzük az segítsen abban, hogy az is kapjon ellátást, akinek nincsen pénze. Egy sor ilyen kérdést lehet megbeszélni, és meg kell beszélni az országgal. Én ezekről beszélek a fórumon, mert hogy valamire kérünk meghatározást, hogy csinálhassuk meg ezt a programot. Vagy például a Gyurcsány Info, ami nem régiben indult a közösségi oldalán. Milyen ennek a látogatottsága, milyen visszajelzések vannak? Hát ugye a kampányban mi keresjük a lehetőséget, hogy többször találkozunk önökkel. Önökön keresztül kell a választókat. Most főszabály szerint, csak hogy technikát is meséljek, egy héten egyszer az újságíró ki a szabad terep, azt kérdeznek, amit akarnak. Ezeket egy nap alatt vagy 20.000 ember megnézi. Az a sok. És egy alkalommal meg, ez éppen állam a holnap lesz, a programunk valamelyik szakpolitikai részéről beszélek. Holnap, hogy mit kell csinálni az adókkal, a társadalom biztosítással, hogyan lesz a NAV-ból nem büntető hatóság, hanem szolgáltató hatóság, és egy-egy ilyen témát dolgozunk fel minden héten. Én szerencsés vagyok, nekem a közösségi médiában nagyon nagy aktivitás mutató követőim vannak. Van olyan film, amit az ukrán nyugdíj bizniszről készítettünk, 1,5 millióan nézték meg, saját műfajában ez megismételhetetlen, de nem ritka, hogy 400-500 ember néz bennünket. Nézze, én egy szókimondó pasi vagyok, meg a pártom is az. Amikor mi azt mondjuk, hogy ne szavazhasson Magyarországon, aki soha nem élt itt, azt látják, hogy nézd, ez csak a DK mondja, és ez vonza az érdeklődőket. Na, hogyha már az érdeklődésnél tartunk, akkor szintén a közösségi oldalán posztolta Kunca Gáborral Ücsörög egy asztalnál, a Fotóz pedig a következő szöveget írta. Ez a mindig vidám fickó kicsit besegít a kampányunkba, köszönöm. Számomra nem derült ki, hogy Kunca Gábor segít be a kampányunkra, ezt elárulná? Hát ennyiből nem is tudott kiderülni, persze. Gábor nagyjából 2-3 dologban tud nekünk segíteni. Időnként eljön velünk hasonló fórumra, mint ami itt is volt Fehérváron. Különösen a nagyvárosi világban azt a fajta fanyar, szókimondó beszédmódot, azt a fajta szabad elvűséget, ami ő képvisel, azt nagyon sok választó kedveli. Jövő héten is megyek egy budapesti keretbe velem, tehát ez egy elég tipikus, hogy a Gáborral időnként együtt lépünk föl. És amikor ez a fénykép készült, akkor azért volt nálam, mert ő is Vágó Pista, aki a pártunk egyik vezetője, meg én, hát úgy ilyen telefonüzeneteket mondunk fel,
amivel tájékoztatjuk, meg mozgósítjuk a saját választóinkat, és ő is elvállalta, hogy az egyik üzenetet a saját hangján el fogja felmondani. De nyilván a Gábornak már nincsenek politikai ambíciói, és ő is úgy gondolja, hogy én, hagyni kell olyan újakat bejönni a politikába, mint amilyen Földi Judit. No, hogyha már Földi Juditnál tartunk, akkor a migráció számos alkalommal szóba került. 2016-ban kérdeztük erről a helyi képviselőjüket, nézzük meg, hogy mit mondott, és akkor ezzel folytatjuk. Nincsen, az nem azért nincsen, mert hogy fölhúzták azt a bizonyos fizikai határt, ami miatt nem tudnak jönni a menekültek. Nézze, tehát a kerítés az nem megoldás. Ugye erre egyetlen egy megoldás volt az, hogy folyamatosan regisztrálják ezeket a menekülteket, ahogy jönnek be. Ugye a migráns szót azt nem szeretem, tehát a menekülteket. Jó, beszélni menekültekről. Igen. De elnézést, de a menekülteket csak úgy lehet regisztrálni, hogyha találkozunk velük. Ha az ült határon jönnek át, akkor... De a kerítés, akkor... tehát azért, mint egy állatkert, tehát konkrétan, tehát hogyha kerítést akarok, állatkertbe megyek. Tehát azt gondolom, hogy nem kell azért kerítést felhúzni ahhoz, hogy ellenőrzési pontok legyenek. Tehát amikor nem volt Európai Unió, és nem mehettünk szabadon minden országba, volt útlevelünk, megálltunk, ellenőriztek, és mehettünk tovább, vagy adott esetben szétszették az autónkat, tehát ehhez nem kell kerítés. Tehát ez egy olyan embertelen megoldás szerintem, tehát ez a ketrec. Kérdeztük szerintem pont a népszavazás kapcsán a képviselő asszonyt erről. Most hogy látja a DK? Van-e szükségkerítésre? Nincs szükségkerítésre? Egyáltalán mit csinálnának a migrációval? Szóval abban én szerintem fölülítnak igazam, hogy igen sokfajta megoldást közül választhatott volna a kormány. Tényleg igen sokfajta megoldás közül. De hát ma tény, hogy áll ez a kerítés, és mára, nyilván nem függetlenül a kormány propagandától, ez sokak számára az ő biztonságuk szimbóluma lett. Ezért mindenkinek azt mondja, hogy óvatosan ebben a dologban, óvatosan. De itt két feladat van. Az ország lakosságát biztonságba tudni, és akkor szimbólumokkal nem kell harcolni, mert nem érdemes. Másik oldalról nézze, én fogadtam be a házamba napokra menekültet. Az, hogy ki hol telepszik le, az nem alapvető emberi jog. Nem jöhet be bárki Magyarországra. Ez így van, én az egyetértek. Azt mi eldönthetjük. De van valaki, akivel kapcsolatosan másként kell mérlegelni, aki az életét mentve menekül, és vannak ilyenek. Na most, akár keresztényi, akár humanitárius, emberi szempontból azt mondom, hogy ezeket muszáj meghallgatni, muszáj a történeteiket megvizsgálni, muszáj emberként velük viselkedni. Hozzáteszem, ma az ő ügyüket sem tudjuk megvizsgálni, mert valóban nincsenek olyan ellenőrző pontok, ahol azt lehetek nézni, hogy te miért jöttél, mert itt akarsz dolgozni? Hát ne haragudjál, mi ezt másképp gondoljuk, Magyarország nem tud neked ebben segíteni. Ja, te az életedet mented. A szakértő meg fogják tudni állapítani, hogy mondjuk Aleppóból érkezett. Hát akkor rá vigyáznunk kell egy kicsikét, persze, hát az élet az egy fontos, őrzendő érték. Tehát ez lenne akkor a migrációval kapcsolatban az elképzelésük. A együttműködések, megállapodások, visszalépések kapcsán itt a kampány időszakban ugye nagyon sok dolgot lehet hallani pro és kontra. Kivel állapodna meg a DK és kivel nem? Jobbikkal igen, Jobbikkal nem. Annyi mindenről esett már szó itt az elmúlt napokban, hogyha a sajtóhíreket nézzük. Téves információk is voltak. Szóval nézze, Vásárhely nagyon ékesen bizonyítja, hogy az a többség a Fidesz hatalmának elvesztéséért dolgozik. Ez szerintem jó. De a Fidesz csinált egy olyan választási törvényt, nyilván a maga száj íze szerint, ezt mi nem támogattuk, ez egy egypárti törvény, azért legyen világos, ami a demokratikus ellenzéket, a Fidesz szemben állókat együttműködésre kényszeríti. Ennek a gerince megvan. A DK nem indul 60 helyen, hogy ne legyen verseny az MSZP-vel, MSZP 46 helyen, ugye itt indul Földi Judit, ami színűben Székesfehérváron. Ezt kell bővíteni elsősorban az LMP-vel, mert ha az LMP önállóan indul, akkor nem fog nyerni egyetlen választókerületet, de elbukhatunk miatt a 10-15-öt, ami nagyon fájna. Szerintem ez az első rangú kérdés, és olyan kell megnézni, hogy tudunk-e tovább menni. Fehérvár, Vásárhely után többen mondják azt, hogy a Jobbikkal is meg kell állapodni, mint korábban, ez kétségtelen. Az MSZP-nek és a DK-nak az álláspontja, hogy a Jobbiktól távolságot kell tartani. Az LMP ultimátumszerű állásfoglalást adott közé, erre önnek mi a reagálása?
Nézze, ha igaz az, hogy az LMP is ugyanarra törekszik, mint mi, hogy legyen Magyarországon kormányváltás, akkor azt gondolom, hogy meg kell találni az utat egymáshoz, mi ebben nyitottak vagyunk, de nem szeretném őket bántani. Azt gondolom, a választók azt várják el az LMP-től, hogy találjanak utat ők is, a demokratikus ellenzéki pártokkal is működjenek együtt. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, esti mérleggel holnap is számítunk önökre, figyelmükre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!